Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen az égi kapuk nyílása a plejádok felé november hónapban. Mit jelent ez? A mi naprendszerünk is mozog. A központi nap Alkyoné. Alkyoné az a plejádokhoz tartozik. Ezt összehasonlíthatjuk a meséből ismert Holle anyóval. Ez egy finom energiamező, és mi döntünk. Mégpedig melyik irányba nézünk, ugyanúgy, mint a mesében is. Hiszünk ebben a segítségben, vagy vannak félelmeik, és minden olyan nehezen megy előre. Egy ilyen napon kell a biztonság érzete, a hit, hinni abban, hogy van egy isteni segítség. Előfordul, hogy egy ilyen napon nagyon érzékenyen reagálunk, de akkor tudjuk, hogy miért van ez így. Ezt a kapcsolatot Alkyonéval nem csak a meséből ismerjük, mint egy ilyen történet, aminek szimbolikus jelentése van, hanem ezt ismerték a maják is. És a maja kultúrában van egy nagyon precíz naptár. És ezek az égi kapuk ebből jönnek, ebből a naptárból. Ebben a maja kalendáriumban van összesen 20 hullám. Ez olyan, mint nálunk a hét, náluk ez 13 napig tart. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek. November elején még a 14. hullámban vagyunk. Ez a hullám eltart november 11-ig, és ez alatt a hullám alatt ok energiája uralkodik. Ok lefordítva kutyát jelent. Természetesen jelenthet szó szerint kutyát vagy cicát, de ennek is van egy szimbolikus jelentése, szimbolizálja a hűséget és a barátságokat. November 2-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé ebben a 14. hullámban. E felett a nap felett Ben uralkodik. Ben lefordítva egy égi vándorlót jelent, és szimbolizálja a kapcsolatot, ami földünk és az égi hatalom között. Ezen a napon érezhető lesz az angyaloknak az energiája, akik segítenek nekünk itt a földön. Ezen a napon át tudjuk tenni magunkat a félelmeken, végre fel tudunk lélegezni, és érezzük ezt a könnyűséget. Valamit magunk mögött hagyunk, és ez olyan, mint egy felszabadulás azokból a dolgokból, ami úgy nyomasztott bennünket a múltban. Ezen a napon, de nem csak ezen a napon, hanem mindig, ha indul egy új hullám, és van egy ilyen égi nyitott kapu, tartok egy szertartást. Ha erről bővebben szeretnétek valamit tudni, akkor írjatok nekem az e-mail címem ritual@tenderasusannamedici.com. Természetesen feljelentkezhettek ezekre a rituálokra, az mindig este 11 órakor indul,
A díjam ezekre a rituálokra vagy szertartásokra, mint egy ilyen energiai egyensúly, 3500 forint. De ezeket a szertartásokat ti is megtehetitek mindig arra a témára, ami így jön, amit itt elmagyarázok, egy gyertyával, meg füstölővel. És most megyünk tovább. A következő égi kapu nyílása az november 6-án van. Még mindig a 14. hullámban. E felett a nap felett Kábán uralkodik. Lefordítva, ez tömjén füstölőt jelent, meg a mi földünket. Itt van egy ilyen erő, ami belülről jön, érezzük a föld elemét, a reális dolgokat. Ezen a napon tervezhetünk valamit, amit meg akarunk valósítani. November 12-én indul a 15. hullám, és eltart november 24-ig. E felett a hullám felett 13 napon keresztül Akbál uralkodik. Akbál lefordítva éjszakát jelent, ami álmainkat, a titkokat, és ez alatt az idő alatt fontos, hogy érezzük a belső erőnket, vagy meditáljunk, befele kell, hogy nézzünk. November 23-án nyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez a nap a 15. hullámban van, és e felett a nap felett így is uralkodik, ami egy varázslót jelent. Ez egy nőies energia, egy ilyen varázslatos kisugárzás, és kihat a párkapcsolatra, kihat a testi kapcsolatra is. Itt nem csak egy gyógyító erő van, hanem egy varázslatos hatás. Ha van valaki az életetekben, akire gondoltok, és szeretnétek, ha ő visszatérne hozzá, akkor itt lehet egy szertartást csinálni. Akkor ez a szertartás nagyon-nagyon hatásos. November 25-én nyílik egy égi kapu a plejádok felé, és ezen a napon indul a 16. hullám, és az eltart december 7-éig. E felett a nap felett, és e felett a hullám felett, tehát 13 napon keresztül Kib uralkodik. Kib az lefordítva egy bagolyt jelent, aminek szintén szimbolikus jelentése van, mutatja a tudást, a bölcsességet. Itt a múltról van szó, és jönnek az emlékek. Az is lehet, hogy valaki gondol rátok, vagy visszatér a múltból. És ez volt ez a felvétel, melyik napon nyílik egy égi kapu a plejádok felé, Alkioni felé. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!